Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szombati napot kívánok mindenkinek, üdvözlettel Frici, Balatonfüred határából, a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én itt vagyok Balatonfüred határában, a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videó, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb videóban is, köszönöm szépen, és én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, mert arrafelé folytatódik a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonal, tehát abba az irányba fogok haladni a továbbiabban, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, tehát ez következik most konkrétan. Hát én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arrafelé van Balatonfürednek a belvárosa, tehát az ezt megelőző videómban onnan érkeztem, nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. Így hát én a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat, itt Balatonfüred környékén, a Balaton felvidéki kék sáv túra útvonalon, tartsatok velem a továbbiabban is. Én a továbbiabban majd arrafelé fogok haladni, de most itt teszek egy kis kitérőt, mert azért itt van egy érdekesség, amit meg szeretnénk nektek mutatni. Konkrétan ott van az az érdekesség, amit meg szeretnénk nektek mutatni, ami valójában egy templomrom. Ha már úgyis itt vagyok, akkor azt a templomromot megmutatom néktek, ami ott látható a háttérbe. Hát tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonfüred környékén, a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalon. És akkor ezt a érdekességet meg is mutatom néktek, mindjárt így ennek a videónak az elején, mert itt valójában itt van egy hajdani templomrom, tehát itt van egy templomrom, tehát ezt mindenképpen meg fogom most nektek mutatni itt a videó elején, ha már úgyis itt bóklászok. Amúgy itt vagyok egy régi temetőben, tehát ez valójában Balatonfürednek a régi temetője, ahol most éppen bóklászok, és ugye ott van ez a templomrom, amit meg akarok nektek mutatni, ami konkrétan így néz ki, hát íme. Ami nagyszerű kilátás nyílik innen a Tihanyi félszigetre, csak hát ugye párás a levegő. Amúgy ott van szembe a Tihanyi félsziget, tehát konkrétan ott van szembe a Tihanyi félsziget, tehát ott látható. És így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. És itt pedig látható egy templomrom, amit most kicsit megmutatok néktek, mindjárt így a videónak a elején. Hát amúgy itt vagyok egy régi temetőben, tehát ez egy régi temető, ahol most éppen tartózkodom. Ez Balatonfürednek nyilván a régi temetője. Hát így néz ki a közvetlen környezet, íme. Hát így néz ki. Itt van ilyen szép kis sétány kiépítve. Hát mondjuk eléggé norbid a dolog, hogy itt egy temetőben ilyen sétány van kiépítve. Tehát eléggé norbid, de hát norbit akarom mondani, de hát ez már csak ilyen, hát ahogy látható, itt vagyok ugye egy temetőben, hát eléggé norbid. És akkor egy kicsit itt megmutatom néktek ezt a templomromot, ami konkrétan itt látható, tehát íme, itt van egy templomrom, ahogy látható ezen a felvételen, íme, tehát itt van egy templomrom. Hát ezt mindenképp meg akartam nektek mutatni így a videó elején, ezt a templomromot. És így néz ki a templomromnak a közvetlen környezete, íme, így néz ki, íme.
Hát eléggé norbid a dolog, hogy itt, egy, itt sétányok vannak kiépítve a régi temető területén, Balatonfürednek a régi temetőjének a területén. Íme. És ott lent a háttérbe pedig a Balaton látható, és itt van ez a templomrom. És akkor egy kicsit ezt így körbe megmutatom megmutogatom nektek ezt a templomromot, ha már úgyis itt bóklászok. Hát az időmbe végül is belefér, hiszen szombat van, tehát pihenőnapos vagyok. És akkor így megmutatom a környezetét neki. Ott a háttérben pedig a Tihanyi félsziget látható, hogyha elnézünk abba az irányba. Tehát abba az irányba a Tihanyi félsziget látható, csak eléggé párás a levegő. És így néz ki a közvetlen környezet. Íme. Hát eléggé norbid, maradjunk annyiban, hogy itt egy temetőben bóklászok. De hát ezt a templomromot ezt mindenképp meg akarom nektek mutatni, ha már úgyis itt vagyok. És akkor íme, itt van a templomrom közelebbről, ami így néz ki, íme. És itt van a templomrom. Hát kicsit be is megyünk belülre, mert úgy sincs most itt senki. Ezt most belülről is megmutatom nektek, ezt a templomromot. Íme. Íme lányok és fiúk, itt van a templomrom belülről, ami így néz ki. Tehát így néz ki belülről a templomrom. Íme. Megmutatom ebből a állásból is, ebből a kameraállásból is, mármint a templomromot. Íme lányok és fiúk, itt van a templomrom, íme. Ami így néz ki teljes egészében, maga a templomrom. És a környezete pedig így néz ki ennek a templomromnak. Közben ott egy kutya elég haragosan néz rám, ott a kerítés mögül. Jó kövér kutya. És így néz ki a közvetlen környezet. Ott pedig van egy kis kápolna. Tehát ott van egy kis kápolnaszerűség. Az a fehér kis épület. És így néz ki ez a templomrom. Ebből a négyzetből, ebből a szemszögből nézve. Ebből a kameraállásból, tehát így néz ki maga a templomrom, íme. Na, jányok és fiúk, most, hogy már jó alaposan megmutattam néktek ezt a templomromot, így hát haladok is tovább én ebből a sétával, hisz az idő megmegy, és én még tulajdonképpen sehol sem vagyok, és szeretném folytatni a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalnak a bejárását, itt Balatonfüred környékén. És íme így néz ki ez a templomrom, konkrétan íme. Tehát így néz ki. Na, jányok és fiúk, akkor én folytatom is tovább a én kis sétámat. És szépen vissza rátérek a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalra. És folytatom tovább a én kis sétámat. Hiszen ha már itt vagyok, akkor ugye valami legyen is. Kicsit sétáljunk a kék sávon. Csak ez a templomromot még egyszer így utoljára megmutatom néktek. Íme. Tehát így néz ki. Maga a templomrom. Íme. Hát ott van szembe. És így néz ki a közvetlen környezete neki. Mármint a templomromnak. És ott, ahogy mondottam az előzőbb ott a háttérbe, pedig a Tihanyi félsziget látható, csak éppen nem nagyon látható, mert párás a levegő. Na meg ugye széles látószögű a kamera,
így hát ezt így egy kicsit ez így most nem látszik, de amúgy így néz ki a közvetlen környezet. Ott pedig ott van egy helyi járat, egy Gredo, Balatonfüredi helyi járat. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Ez a templomromot innentől is megmutatom, ebből a kameraállásból is, íme. Tehát így néz ki a templomrom, íme. Hát most hát tényleg nagyon alaposan megmutogattam néktek ezt a templomromot, ami egyébként mészkőből van, ahogy elnézem. Tehát mészkő is van benne, vörös homokkő is van benne, tehát eléggé vegyes az összetétele neki, de elsősorban ez a Balatonfüredi mészkő akar lenni, mármint maga a romnak a fal szerkezete. És akkor haladunk tovább, haladok tovább, és akkor én folytatom tovább a én kis sétámat. Szépen vissza rátérek a Balaton felvidéki kék sáv túraútvonalra, és folytatom tovább az én kis sétámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Akkor szépen rátérünk a kék sávra, csak tudnám, hogy itt merre felé halad. Hát, jó kérdés. Na, jányok és fiúk, ugye abba az irányba van Balatonfüred, tehát abba az irányba van Balatonfüred, én abból az irányból jöttem, tehát arrafelé Balatonfüred van abba az irányba, és így néz ki a közvetlen környezet, és ott a háttérben pedig a templomrom látható. És akkor haladok tovább, arrafelé a Balaton felvidéki kék sávon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És úgy látom, hogy itt jobbra kell majd kanyarodnom, ahogy elnézem. Hát elég érdekesen vezet itten. Hát jaj, itt jobbra kell mennem. Amúgy itt látható a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és az is teljesen egyértelműen látszik, hogy itt jobbra kell kanyarodnom majd, és akkor haladok tovább ezen a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább, itt a Balaton felvidéki kéksávon. Megvan. Valószínű, hogy arrafelé folytatódik a Balaton felvidéki kéksáv. Akkor haladok tovább errefelé. Mert úgy látom, hogy errefelé folytatódik a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonal. Hát ezen a szakaszán még igazándiból nem is jártam, tehát most járok ezen a szakaszán életemben először. Tehát nekem is ez most úgymond újdonság, hogy itt bóklászok a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalnak ezen szakaszán, mert tényleg ezen a szakaszon korábban még nem jártam Balaton felvidéki kéksávnak a ezen szakaszán, ugye itt még korábban én nem jártam, tehát ez az első alkalom. És akkor szépen haladok itt a Balaton felvidéki kéksávon. Ahogy látható, ezen a felvételen emelkedőnek haladok tulajdonképpen. Tehát szépen emelkedőnek haladok. És akkor haladok tovább a kék sávon. Hú, gyerekek! Jó kis emelkedő van itt fölfelé. Lassacskán el is fogom hagyni Balatonfüredet. Tehát lassacskán magam mögött hagyom Balatonfüredet, úgymond. Kimegyünk a vadonba tulajdonképpen.
Hát és egyre inkább hagyom elfelé Balatonfüredet, tehát most már igen csak magam mögött fogom lassan hagyni, mármint Balatonfüredet. Ja, haladunk, haladok tovább, természetesen. Aha, van egy újabb útelágazás. De vajon itt merre folytatódik a kék sáv? Magánterület. Ez érdekes. Erre felé folytatódik pedig maga a kék sáv túraútvonal. Tehát itt van a jelzése a kék sáv túraútvonalnak, a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalnak. Itt van a teljesen egyértelmű jelzése. Valószínű, hogy akkor erre felé folytatódik. Érdekes. Aha, igen, erre felé folytatódik a Balatonfelvidéki kék sáv. Hát ezek a kocsi roncsok, ezek mik itten? Nézzétek meg, ott egy roncstraktor, itt egy roncsautó, roncstraktor, és akkor haladok tovább, itt a Balatonfelvidéki kék sávon. És most már magam mögött is hagytam Balatonfüredet, tehát innentől kezdve már Balatonfüreden kívül vagyok, tehát innentől kezdve már ugye kim vagyok úgymond a vadonba, amit én olyannyira szeretek, mert szeretek ilyen helyen bóklászni, de hát én ezt már rengetegszer elmondtam rengeteg videómban, hogy imádok túrázni és bóklászni ilyen helyeken, mint például ez is itten. Főleg úgy, hogy életemben most járok itt először ezen a szakaszon. Ezelőtt én még itt egyáltalán nem jártam, mármint a Balatonfelvidéki kéksávnak ezen szakaszán. Tehát errefelé én még korábban egyáltalán nem jártam. Tehát konkrétan ez az első alkalom, hogy én itt bóklászok. És kijöttünk valójából Balatonfüredről. Hát ahogy látható ezen a felvételen, már kint vagyok egy tölgyfa erdőbe, ami így néz ki, íme. Tehát így néz ki a tölgyfa erdő. Kijöttünk egy tölgyfa erdőbe, ahogy látható ezen a felvételen. Én ugye abból az irányból jövök, arrafelé van Balatonfüred, tehát konkrétan Balatonfüred arrafelé van, én abból az irányból érkezek, és így néz ki a közvetlen környezet. És akkor én folytatom is tovább a én kis sétámat, itt a Balatonfelvidéki kéksáv túraútvonalon, méghozzá arrafelé. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább. Hát ja, errefelé halad a Balatonfelvidéki kéksáv. Elég érdekes. Milyen érdekes kis tölgyfa erdő ez itten. Érdekes, ahogy ez itt ilyen alacsonyak csak a tölgyfák. Tehát ez baromi érdekes számomra, hogy ilyen alacsony fák vannak. De a lényeg az, hogy erdőbe vagyok tulajdonképpen, ahol konkrétan én már otthon érzem magamat, hisz rengeteg túraútvonalas videóm van már, tehát rengeteg ilyen helyen bókláztam már az elmúlt közel 4 évben, és akkor haladok tovább természetesen, itt a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! Hát erről a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalról azt kell tudni, de ezt már elmondtam szerintem ebben a videómban, vagy az ezt megelőzőben már biztos, hogy elmondtam, hogy erről a Balatonfelvidéki kék sáv túraútvonalról azt kell tudni, hogy elindul Pétfürdőről, a vasútállomásról, és tart egészen Badacsonyig, a hajóállomásig. Ez közel 100 km, sőt, van is 100 km tulajdonképpen,
Tehát maga a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalnak a teljes hossza az 100 km, Pétfürdő vasútállomástól Badacsony hajóállomásig. És akkor haladok tovább itt a Balaton felvidéki kéksávon. Hát a környezet az fantasztikus, tehát nekem ez nagyon tetszik, nagyon pöpec. Wow, de imádok ilyen helyen bóklászni. Jaj, de szeretem az ilyen helyeket, gyerekek. Imádom, ezt nézzétek. Imádom az ilyen területet. Wow. És akkor haladok tovább. A Balaton felvidéki kéken. Akkor én folytatom tovább a én kis sétámat. Elég jól néz ki a környezet, mit ne mondjak. Főleg úgy, hogy most járok itt életembe először. Tehát tényleg most járok itt életembe először. Ezelőtt én még itt egyáltalán nem jártam. Ja, és itt vannak kint kiránduló csoportok is, kint a szabadban, hisz fantasztikus időjárás van. Levonva azt a tényt, hogy jelen esetben a nap sem süt, de hát most ez valahogy nem is baj, pedig lehet, hogy jobb volna, hogyha sütne a nap, de viszont nem esik az eső, és ez a lényeg. És így néz ki a közvetlen környezet íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezet. Baromi jól néz ki, ezt nézzétek. Tehát így néz ki a közvetlen környezet íme. Én ugye abból az irányból jövök, arra felé van Balatonfüred, tehát abba az irányba Balatonfüred, én abból az irányból érkezek, és így néz ki a közvetlen környezet, íme. Ott pedig bent kiránduló csoport van, úgyhogy én haladok tovább a kék sávon, méghozzá arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És én már folytatom is tovább az én kis sétámat, a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hát Balatonfüred most már mögöttem van, tehát már magam mögött hagytam Balatonfüredet, konkrétan, mert már magam mögött hagytam. És akkor szépen haladok tovább, itt a Balaton felvidéki kéksávon, aminek mindjárt meg is tudom mutatni néktek a teljesen egyértelmű jelzését, hiszen egész jó ki van jelölve, fel is van tüntetve egész jól, hogy merre felé is halad ez a Balaton felvidéki kéksáv. Ugye én majd abba az irányba folytatom a sétámat, és akkor itt látható a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, és a továbbiabban is természetesen ezen a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalon fog bóklászni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a további, abban is köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább ezen a bizonyos Balatonfüredi kéksáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tartsatok velem a további, abban is köszönöm szépen. És akkor kijövök vissza erre a kocsi útra, és akkor én folytatom tovább a én kis sétámat itt Balatonfüred környékén, a Balaton felvidéki kék sávon. Tartsatok velem a további abban is, köszönöm szépen! Hát amúgy megsugom nektek, ugye utoljára 3 héttel ezelőtt készítettem videókat, akkor ugye a zöld sáv túraútvonalat jártam be Balatonfüred és Hidegkút között, tehát akkor ugye a zöld sávot jártam be. Hát most ugye itt vagyok a kék sávon,
a Balaton felvidéki kéksávon. És hát nem tudom, meddig fogok még ezen eljutni, de majd eljutok valameddig. Akkor haladok tovább. Ugye 3 héttel ezelőtt ugye a zöldsáv túraútvonalat jártam be, Balatonfüredés Hidegkút között. Természetesen azok a videók már fent is vannak a csatornámon. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen! És most egy újabb túraútvonalon haladok. Ezúttal a Balaton felvidéki Kéksáv túraútvonalon haladok. Balatonfüred környékén konkrétan, mert tényleg Balatonfüred környékén haladok. Ezen a bizonyos kéksávon. És akkor így néz ki a közvetlen környezet. Hát gyerekek, megérte eljönnöm erre. Főleg úgy, hogy tényleg életemben most járok itt először. Hát így néz ki a közvetlen környezet, íme. Tehát így néz ki a közvetlen környezet. Hát gyerekek, ez csodálatosan szép, legalábbis nekem. De ugye ízlések és pofonok. De így néz ki a közvetlen környezet, íme. Íme. Így néz ki, lányok és fiúk. Nagyon jó, nagyon baromira tetszik nekem. Ugye abból az irányból jövök, arra felé van Balatonfüred, és így néz ki a közvetlen környezet. Kár, hogy borongós az idő, mert élek kár, ez napsütésre biztos sokkal szebb, de így se rossz. És akkor én folytatom is tovább az én kis sétámat, itt a Balaton felvidéki kék sáv túra útvonalon. Balatonfüred környékén. Ugye ezt a Balatonfüredi Kéksáv túraútvonalat én már több szakaszban már érintettem, főleg Balatonfüred és Balatonalmádi között, tehát azt a szakaszát már több alkalommal is bejártam ennek a Balatonfelvidéki Kéksávnak. Hát ezt a szakaszát, ahol most bóklászok, tehát a Balatonfelvidéki Kéksávnak ezt a szakaszát még nem jártam be ezelőtt. Tehát tényleg ez az első alkalom, hogy itt bóklászok. Hát az, hogy most meddig fogok elmenni ezen a Balaton felvidéki kéksávon, hát még konkrétan nincs eldöntve, mert valójában nem érinti Balatonszőlőst, mert Balatonszőlőst nem érinti ez a Balaton felvidéki kéksáv, hanem szépen elmegy a falu fölött, Balatonszőlős fölött. Tehát Balatonszőlőst biztos, hogy nem fogom érinteni ezen a mai napon. Aztán meg ki tudja, tehát ez még ugye nincs nálam eldöntve. Tehát végül az is lehet, hogy ezen a kéksávon elmegyek egy darabig, ezen a Balatonfelvidéki kéksávon, és utána majd rátérek a zöld sávra, és szépen elmegyek Hidegkútig. Még ez is egy variáció részemről, tehát ez is egy opció lenne, hogy egy darabig elmegyek ezen a Balaton felvidéki kéksávon, és utána rátérek a zöld sávra, és szépen elmegyek Hidegkútig, tehát ez is egy opció éppen, tehát ezt még mindig nem döntöttem el. Hát lányok és fiúk, én akkor folytatom tovább a én kis sétámat, itt a Balaton felvidéki kéksáv túraútvonalon. Hát viszont a környezet ez nekem baromira tetszik. Főleg úgy, hogy ez most nekem is újdonság. Mert tényleg ez most nekem is újdonság, hogy itt bóklászok. Tehát ezelőtt én még itt egyáltalán nem jártam. Tehát tényleg ez az első alkalom, hogy itt bóklászok ezen a szakaszon, a Balaton felvidéki kéksávnak ezen szakaszán. És itt jön egy útelágazás. Itt velem párhuzamosan halad egy másik út. Vagy várjunk csak? Nem, az ez erre felé jön a teherautó. Úgyhogy ja, félre kell húzódjak. Jön erre felé egy kis teherautó. És akkor itt van egy útelágazás, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye nem abba az irányba fogom folytatni a sétámat,
mert úgy látom, hogy ez a Balatonfelvidéki kéksáv abba az irányba folytatódik, így hát én abba az irányba fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És mivel hogy ez a videó már fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Hamarosan folytatom én ezt a sétát természetesen egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is, mivel hogy ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, mert arrafelé folytatódik a Balatonfelvidéki kéksáv túraútvonal, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel ezt a videót én itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb sétálós videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen! Én hamarosan folytatom arrafelé a sétámat, de az majd egy következő videóban lesz. Ezt a videót itt és most lezárom. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Balatonfelvidéki kéksáv túraútvonalról. Tartsatok velem egy következő videóban is. Sziasztok!